A költségvetés volt a februári közgyűlés a legfontosabb napirendi pontja. Az előterjesztés több órás vita kísérte. A város üzemeltetésre 1,4 milliárd forinttal több jut, az MVK-nak pedig 1,1 milliárdos többletet biztosít az önkormányzat. 12,5 milliárdos iparűzési adóval, a beruházások tekintetében pedig 4 milliárdos forrással számol a költségvetés. Tavaly csak papíron létezett az egyensúly Simon Gábor szerint. Ingatlan eladás, hitelfelvétel, ezekkel hozták ki nullára a költségvetési egyenleget, és ezekből lett a kötelezettségállomány, amit most nyög a város. Arról szólt az önök költségvetés, hogy a bevételi oldalon beraktak olyan bevételeket, amelyek nem teljesültek, és önök is tudták, hogy nem fog teljesülni. Beraktak 1,2 milliárd ingatlan eladást. Beraktak tavaly is, tavaly előtt is egy csomó hitelfelvételt. Ezek milliárdos összegek. Ezek a milliárdos bevételek nem jöttek be. Sós Attila szerint viszont irányításuk alatt a városban mindenre volt pénz, és a fejlődésre minden lehetőség adott, nincs szükség megszorításokra. Volt pénz arra, hogy ebben a városban legyen értelmes közbiztonság, hogy ebben a városban létrejöjjön több ezer munkahely, hogy ebben a városban újjáépüljön két strand, amiből az egyik tovább épül. Ebben a városban volt pénz arra, hogy nem mi, hanem nemzetközi befektetők, mint a Lufthansa, a Bosch, a Tempo, a Vodafone, a Juhasa, a Spinto ide jöjjenek és bizalmat szavazzanak ennek a városnak. Veres Pál polgármester kijelentette, a már megkezdett beruházások is folytatódnak, és a befektetői érdeklődés sem csökkent a város iránt. Folytatjuk ezt a tevékenységet, amit önök elkezdtek, és erről már mondhatom, hogy említettem is már talán az előző költségvetés, vagy az előző közgyűlésen, hogy 10 körüli azoknak a megkeresésnek a száma, amelyek az én polgármesterségem alatt már eljutottak hozzánk, és reménykedünk abban, hogy ez a jó gyakorlat folytatódik. Badány Lajos azt mondta, az elmúlt két évben megállt a vezetői döntéshozatal, a topos projektek alig 18%-a valósult meg, és mintegy 6-9 milliárd forint összegű beruházás került veszélybe. Varga Andrea alpolgármester felidézte az előző városvezetés 2014-19 közötti gazdasági programját, miszerint csaknem 92 milliárd forint kormányzati forrás érkezett Miskolcra, az állam pedig átvállalta a város 39 milliárdos tartozását. Azt szeretném kérni, hogy nézzünk szét Miskolcon. Hol van akkor a pénz? Kaptunk 134 módosító indítványt. Mire költötték önök? Mert hogy utakra, járdákra, parkolókra, csapadékvízelvezetésre és közvilágításra nem költötték, az biztos, mivel hogy önök adták meg ezeket a módosító indítványokat. Veres Pál kijelentette, a cél egy valódi egyensúlyban lévő költségvetés, ami megtakarításokra kötelez, és az MVK-nál is ezt kell elérni. A polgármester hozzátette, a jövő héten a szakemberek elkezdik újra tervezni a közlekedési hálózatot, de megnyugtatott mindenkit, hogy a szolgáltatás javulni fog, miközben megtakarítást is elérnek. Miskolc közgyűlése legközelebb március 26-án ülésezik.